nagyon dohányos családban nőttem fel, anyum is dohányzott, tehát minden ételnek egy hamu íze volt. Erős Pista kivittem járműből, tehát nem volt gond, apum is dohányzott. Egyszer költözött új szomszéd a tömbház lakásba, már másnap kihívta a tűzoltókat. Apám nyitott ajtót, papucsba, pohár, bor, cigivel a kezébe. Anyám sütött valami flekkent, én tettem az Erős Pistát a tejbegrízbe, azok meg ott álltak így slaggal, meg sisakba. És egy nagyon bonyolult párbeszéd kezdődött, hogy kérdezték, hogy tűz van, apám odaadta az öngyújtóját, nem el. Mi van is nálam egy öngyújtó, ezt kidobom, mert most nem kell. Mert ugye a többi szomszéd tudta, hogy ha nem ömlik a füst a lakásból nálunk, akkor nyaralni mentünk. Tehát ilyen egyszerű. Így lettem én is dohányos, de le akarok szokni. Újabban elektromos cigarettával próbálkozom. Van-e valakinek esetleg? Biztos van. Ilyen villanycigi. Általában ártalmatlan, nem tudom. Áramon működik. Adtak hozzá, itt van nálam, megmutatom. Így néz ki. Adtak hozzá USB csatlakozót. Laptopról is tudom tölteni, de próbáltam zenét másolni rá, hogy valami szóljon, amíg szívom, de nem lehet. Mondjuk nem merem laptopról tölteni, félek megtelik vírussal, elkapok valami hülyeséget, ne hülyéskedj. Kisebbzik a számot Royan Horse-tól azért, ez milyen? Ezzel működik. Egyébként részeredményeim vannak, tehát erre már rászoktam, a rendestől még nem szoktam le, de így bennem vannak a régi reflexek, tehát jöttem egy kávézó teraszán, néhány slukk után én megkocogtattam az üveg hamutartót. Akik körülöttem ültek, azt hitték, beszédet fogok mondani mindenki. A pincér azt hitte, hogy őt hívom, ott volt már előttem. Igen, parancsoljon, szégyeltem bevallani, mi történt, úgyhogy kértem még egy kávét. Bele se kortyoltam, már hívtam megint a pincért. 5 kávét hittem aznap reggel. 2 napig sétálva aludtam, azt kell mondanom. Nem merek lakziba menni, ahányszor én hamuzok, annyiszor fog csókolózni az ifjú pár. Azt várom, találják fel mellé az elektromos kávét. Az lenne, hogy teljes a szett, ugye? Kocka cukor helyett beledobsz 2 óraelemet, bzzz, már fel vagy ébredve. Egyébként, hát régebb, most ennek nincsen piros vége, de régebb olyan volt, hogy kipirult a vége. Megnyomtam, megszívtam, és piros lett a vége, de nem volt forró. Úgyhogy ilyenekkel szórakoztam így kávézókba, hogy megszívtam. Úgy megdöbbentek, ezzel szórakoztam, meg ide is tettem néha. Még ez arra jó, hogy néhány slukk után beteszed lazán az én zsebedbe, vagy a zakó zsebébe. Nagyon rászoktam már erre a mozdulatra, hogy így elrakom. Most le akarok szokni róla igazából, mert az van, hogy mivel árammal megy, néha lemerül. Mikor lemerül, akkor így pillog itt valami lámpa. Múltkor lemerült, így pillogott egy kávézóba, a szomszéd asztalnál úr így megnézte, úgy döntött eleget, itt volt, ott hagyta a fél sörét, hazament. Mikor lemerül, mi történik, rátérek a rendes cigarettára. Na ez az, amiért le akarok szokni erről a mozdulatról. Hogyan magyarázom egy orvosnak, hogy elégettem egy cigarettával a mellbimbómat? Ha minden szombaton új videót szeretnél látni, kattints a nénire.